sziasztok! A mai videónkban azt mutatom meg nektek, hogy én hogyan védekezek a poloska ellen. Igazándiból már többféle módszert is megpróbáltam, a teljes permettől kezdve a szedegetésen keresztül, és eddig azt kell, hogy mondjam, legjobban a neem olaj vált be. Mi az a neem olaj? A neem olaj egy trópusi fának, a neem fának az alapanyaga, és hogyha ezt rápermetezzük a növényre természetesen felhigítva, akkor az megakadályozza például a különböző szívó rovaroknak, többek között például a poloskáknak, illetve a tetveknek a kártékony hatását. Nyár közepével, gondolom ugyanúgy, mint nálatok is, nálunk is megjelentek a poloskák, aminek nem nagyon örülök, hiszen volt olyan év, hogy szinte az összes termést elvitték, és éppen ezért mindig próbálkozom különféle bioszerekkel, hogy hogyan lehet ellenük leginkább védekezni. És a neem ezzel az egészen jól bevált. Neem olaj ez egy biológiai rovalőrő szer, igazándiból annyit kell róla tudni, hogy megakadályozza a szúrószívó kártevőknek a szaporodását, illetve a táplálkozását, és hogyha még a nagy boom előtt alkalmazzuk, akkor egészen jól meg lehet védeni a paradicsomot. Mint látjátok, nálunk is azért van poloska, hála az égnek nem túl sok még, de éppen ezért most kell elvégezni ezt a nímezálos kezelést ahhoz, hogy a későbbiekben megakadályozzuk a szaporodásukat. Mit kell ehhez tenni? Egyrészt be kell szerezni a neem olajat, de szerencsére most már lehet kiskerti méretben is kapni, körülbelül olyan 50 ml-es első kiszerelésben, és utána ezt fel kell higítanunk vízzel. Ehhez mire lesz szükségetek? Hogyha csak tényleg pár tő paradicsomotok van, bőven elég lesz egy ilyen 1 literes spritzni. Ebbe bele kell keverni 1 liter vízhez körülbelül olyan 4-5 liter neem olajat, alaposan össze kell rázni. Úgyhogy csak annyi dolgom van, hogy le kell fújni. Nézzétek, itt van a poloska. Én ezeket ilyenkor mindig telibe szoktam verni. És egyébként van egy jellegzetes illata is a neem olajnak, de már hála az égnek volt egy-két paradicsom, ami már megérett, és azon nem éreztem ennek ezt az utóízét, azért általában egy hetet szoktam várni, hogyha neem olajjal kezelem a paradicsomokat, miután leszedem, ez történt a héten is. A nímezelt vagy reggel, korán, vagy pedig késő este érdemes alkalmazni. Fontos, hogyha szabadtéri paradicsom palántáink vannak, várjuk meg a szélcsendet, vagy szélcsend közeli időszakot, mert akkor is sokkal inkább hatékony lesz, és akkor meg tudja védeni a paradicsomokat a poloska kártevéseitől. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is, és hogyha van egy jó tippetek poloska ellen, írjátok meg kommentben.